A történelem tele van csalókkal. Mindig is voltak olyanok, akik inkább vertek át másokat a gyors meggazdagodásért, mintsem ténylegesen dolgozzanak érte. Jó példa erre Gregor MacGregor, a skót, aki a 19. század elején befektetőket gyűjtött és földeket adott el egy nem létező közép-amerikai országban, átverve 250 embert. Vagy ott volt a 20. század elején Cassie Chadwick, a kanadai hölgy, aki Andrew Carnegie, a világ akkori leggazdagabb emberének lányának adta ki magát, és így dollármilliókat csalt ki bankoktól. Ez nem kis teljesítmény egy korban, amikor a nők nem szavazhattak és nem kaphattak banki kölcsönt sem. Ez utóbbi történet meglepően hasonlít Anna Sorokin próbálkozására, csak ő végül nem kapott hitelt. Nézzük meg először az ő történetét. Az Inventing Anna, magyar címén az Örökösnő állarca mögött című sorozat 11 résszel debütált, és Anna Delvey, valódi nevén Anna Sorokin igaz történetét dolgozta fel. 1991. januárjában született, a Moszkvától délre fekvő Domodedovo nevű városban. A 100 000 fős településen édesanyja egy kisboltot üzemeltetett, apja pedig teherautósofőr volt. 2007-ben Anna 16 éves korában költöztek el Németországba, mert apját előléptették és egy fuvarozó cég középvezetője lett. A katolikus gimnáziumban, ahová került, Anna csendes és visszahúzódó volt, de teljesen ráfüggött a Vogue és mindenféle divat magazinokra és blogokra. 2011-ben leérettségizett és egy londoni művésziskolába ment tanulni, de kibukott és 2012-ben visszatért Németországba. Ezután Párizs következett, ahol sikerült egy francia divatlaphoz bekerülni egy gyakornoki pozícióba. Itt kezdte el a Delvey vezetéknevet használni. Először azt állította, hogy édesanyja leánykori neve, de később kiderült, hogy szülei sosem hallottak erről, teljes mértékben ő találta ki. Anna, immár Delvey, 2013 közepén utazott New Yorkba a Fashion Week-re. Úgy tapasztalta, hogy a külföldiekkel meglehetősen zárkózott franciákhoz képest, az Egyesült Államokban sokkal könnyebb ismerkedni és barátokat szerezni, így átkérte magát a Purple magazin New York-i irodájába. A magazinnál dolgozva persze egyre többet érintkezett a New York-i divat elit zárt világával, és ekkor kezdett megfogalmazódni benne az Anna Delvey alapítvány gondolata. Miután otthagyta munkáját, kapcsolati tőkéjét használva elkezdte milliárdosoknak előadni alapítványát, hogy befektetőket gyűjtsön. Ez persze nem egy Moszkva melletti középosztálybeli lány nevétől lett volna érdekes, hanem a hamis személyiségtől, amit Anna kreált magának. Bár a nagy támogatást nem sikerült megszereznie, egészen 2017-ig sikeresen élt luxus életet, mások pénztárcájának kárára. Német felmenőkkel rendelkező gazdag örökösnőként luxus ruhákban járt bulikba, miközben kereste, kinél töltheti az éjszakát, hotelről hotelra járt, amikben nem tudta a számláit kifizetni, vacsorapartikat rendezett úgy, hogy mindig otthon felejtette a pénztárcáját, vagy valami technikai gond volt a hitelkártyájával. Az emberek átejtésén túl viszont nagy pénzintézeteket is megkörnyékezett. Hamis bankszámla adatokkal próbálta azt hazudni, hogy 60 millió euró van a nevén egy svájci bankszámlán, csak Amerikából nem tud hozzáférni a pénzügyi alapjához. Hamis e-mail címekkel elhitette egy bankkal, hogy van egy családi üzleti menedzsere is, és 100 000 dollár hitelt kapott. Ezt szerette volna biztosítékként használni egy még nagyobb kölcsönhöz, csak épp elkezdtek kutakodni az európai kapcsolata után, és emiatt visszavonta a kérelmét. Az így nála maradt pénzből luxus szállodákban élt és hatalmas borravalókat osztott, hogy megkedveltesse magát a személyzettel. Ezzel próbálta imitálni a látszatát, hogy egy gazdag családból származik. 2017 áprilisában 160 000 dollárnyi hamisított csekket adott be a Citibankhoz, amiből 70 000-et ténylegesen megkapott, és így rendezni tudta szállodai tartozását. Hogy eljusson Warren Buffett cégének részvényesi ülésére, egy 40 000 dolláros hamis átutalási bizonylatot adott a Blade Légi Társaságnak. Ezt jelentették a rendőrségnek, és így került a célkeresztjükbe. Szintén hamis adatokkal elutazott Marokkóba egy luxus nyaralásra, ahonnan el akarták küldeni nem működő hitelkártyái miatt, de sikerült azt egy barátjával kifizettetnie. Ez egy több mint 20 millió forintos számla volt, amit aztán nyilván nem adott meg. 2017. októberében ütöttek rajta, és fogták el végül. Ügyvédje azzal védekezett, hogy Anna végig visszatervezte fizetni a tartozásait, és hogy valójában jogosak voltak a neki nyújtott szolgáltatások, mert megjelentek az Instagram oldalán. Vállalkozónak és influencernek állították be a tárgyalásán, de végül 2019. áprilisában bűnösnek találták 8 vádpontban is. Összesen körülbelül 275 000 dolláros, 95 millió forintos kárt okozott ismerőseinek, szállodáknak és bankoknak.
A sztori pikantériája, hogy a Netflix 320 000 dollárt fizetett neki a filmes jogokért már a tárgyalás alatt. Szerencsére a bíróság élt a jogával, hogy befagyassza vagyonát, mivel bűnözők nem profitálhatnak a jogsértésből. 199 000 dollár kártérítést, 24 000 dollár büntetést és 75 000 dollár jogi költséget fizetett ki. A maradék 22 000-et megtarthatta. 4 és 9 év közti börtönbüntetéséből 2-t töltött bent, majd feltételes szabadlábra került. Lejárt vízuma miatt ki akarták toloncolni Németországba, de a bevándorlási hivatal lecsapott rá és újra bezárták. Nem tudni épp mi a helyzet vele, március végén még őrizetben volt az Egyesült Államokban. Anna az ítélete óta készült interjúkban többször is a világ tudtára adta, hogy nem érez megbánást vagy bűntudatot, valószínűleg simán megtenné újra minden csalását. A Netflix és a sorozatot író Shonda Rhimes elég sok, megjegyzem jogos kritikát kaptak azért, hogy túl pozitívan állítják be Anna tetteit. Zseniális és inspiráló személyiségként tekintenek rá sokan, pedig ez aztán minden csak nem követendő példa. Ne csináljunk celebeket bűnözőkből! 2022-ben már alá is írtak vele egy szerződést a saját valóság showjára, miközben könyvet és podcastot is készít a börtönben eltöltött időről. Ha eddig nem is volt valódi milliómos, a hatalmas média figyelemmel végül azzá fogjuk tenni. Még felháborítóbb a helyzete a Tinder csaló Simon Leviev-nek, aki 1990-ben született Izraelben. Édesapja az El Al légitársaság rangidős rabbija volt, de eredeti nevén Simon Hayut a családjuk egy barátjával New Yorkba költözött. Már tinédzser korában is hamisított csekkeket és voltak kisebb stikliei. Csak később változtatta meg a nevét egyrészt az angolosabb Simonra, másrészt Hayutról Levievre, mindezt azért, hogy eljátszhassa, rokoni kapcsolatban áll Lev Avnerovics Leviev izraeli üzletemberrel, akit gyémánt királyként is ismernek. Na de még mielőtt ez a nagyszabású terv elindulhatott volna, visszament Izraelbe, ahol egy gazdag családhoz került kisegítőként és ellopta a csekkfüzetüket. A család beperelte, de a tárgyaláson nem jelent meg, helyette átszökött Jordániába hamis útlevéllel, onnan pedig Európába. Finnországban vágott bele nők átverésébe, a következő a Netflix miatt elég híres módszerrel. Tinderen ismerkedett meg nőkkel, akiknek az izraeli gyémántbirodalom örököseként mutatkozott be. Elhalmozta őket drága ajándékokkal és utakkal, amiket mindig az előző áldozat pénzéből fizetett. Ezt úgy érte el, hogy azt hazudta, hogy a családi üzlet miatt veszélyben van, még videót is küldött a vérző testőréről, majd azt hazudta, szüksége van egy hitelkártyára, ami nem az ő nevén van, hogy ne tudják követni. A kapott kártyáról aztán amennyit csak tudott levet, készpénzben természetesen, azzal az ígérettel, hogy visszafizeti. Simon magángépekkel repült, sportkocsikat vezetett, drága ruhákban járt, milliós órákkal és luxus hotelekben szállt meg. Vissza is adta a pénzt, pontosabban egy csekket, ami aztán nem volt beváltható, de volt, akinek hamis órát küldött, vagy épp átutalási bizonylatot, ami aztán sosem érkezett meg. Az egyedül maradt, eladósodott nők pénzén Simon folytathatta luxus életét, és elkápráztathatta következő áldozatát. Ezt a sorozatot tehát Finnországban kezdte, ahol legalább 3 nőt vert át így, 2015-ben tartóztatták le, és találtak nála 2 hamis izraeli útlevelet, 3 hamis jogosítványt és 5 hamis American Express hitelkártyát. 2 évet töltött börtönben, majd 2017-ben visszament Izraelbe, ahol újra megvádolták csalással, és ezért visszaszökött Európába. Keresték Svédországban, Norvégiában, Angliában, Németországban és Dániában is, majd végül Görögországban kapták el 2019-ben. Kiadták Izraelnek, ahol csak a 2011-es lopásért és hamisításért vádolták meg, így mindössze 15 hónapot kapott. Egy olyan ember, akit fél Európa lecsukott volna. 5 hónapot töltött csak bent ténylegesen, hála a Covidnak. A legdurvább az egészben, hogy szabad ember. A sajtónak és a közösségi médiában folyamatosan tagadja, hogy bárkit is átvert vagy megkárosított volna. Sőt, van egy weboldala, ahol önerőből sikeressé vált üzletemberként mutatkozik be, és üzleti tanácsadást vállal pénzért. Egy ember, aki már 19 évesen átvert egy vele együtt dolgozó lányt, hogy kocsit béreljen neki, és aztán hitelkártya csalásért mindkettejüket 3 hétig tartották fogva egy ciprusi cellában. Simon elmenekült, a lány pedig ott maradt egyedül és védekezhetett a bíróság előtt. Ilyen embereket teszünk sztárokká, mert a figyelem, amit kapnak, képes anyagilag fenntartani őket. Instagramon 200 000 követője van. 10 millió dollárt, majdnem 3,5 milliárd forintot csalt ki nőktől, és soha egy centet nem kellett visszafizetnie az ellopott csekkönyvön túl, ami alig 40 000 dollár volt. Bár az ember egy szociopata, tény, hogy elképesztően karizmatikus,
immár ügynöke van, és jelenlegi tervei között van, hogy könyvet írjon, párkereső műsort csináljon, és podcastot, ahol randi tanácsokat ad férfiaknak. De még az is lehet, hogy a doku sorozatából film lesz, amiért újabb 100 millió forintokat kap majd. Eközben az eladósodott áldozatokat, amikor pénzt próbálnak gyűjteni, hogy rendbe tegyék életüket, megköpködik az interneten. Aranyásónak bélyegzik őket, és azt mondják, megérdemelték, hogy bedőltek a csalónak. Lev Leviev a valódi gyémánt milliárdos is beperelte, mert a családja nevét használta, és rossz színben tüntette fel üzletét, de amíg Simon nem tér vissza Izraelbe, ebből sem lesz semmi problémája. Mára ennyit a tízes listáról. Lájkolj minket, és ne felejts el feliratkozni csatornánkra, hogy mindig elsőként értesülj a legújabb. Külön köszönet a támogatásért partnerünknek és tárhelyszolgáltatónknak, a Reghostnak.